Az 1956-os forradalom vége fele spontán szerveződött egy partizán csapat, akik a mecsekben bujdokolva közel 3 hétig ellenálltak a szovjet túlerővel szemben. Ők voltak a mecseki láthatatlanok. A szabadságharc Budapest környéki centrumában legtovább kitartó harcosok a csepeli ellenállók voltak. Csepel november 11-i elfoglalásával a szovjet csapatok a fővárosban teljesen felszámolták a magyar fegyveres ellenállást. Az eseményt követően már szinte az összes településen világos volt. A szabadságharc elveszett. Mégis akadtak olyanok, akik nem adták fel ilyen könnyen. Egy nappal a főváros ostromát megelőzően 1956. november 3-án a túlerő miatt a szovjet hadsereg szinte harcok nélkül bevonulhatott Pécsre. Csak hogy a város védelmére szervezett csapatok egy része a mecsekbe menekült, hogy ott újra szerveződhessen az ott állomásozó többi csoporttal együtt. Magyar katonák, rendőrök, bányászok, pékek, tanárok, diákok és fiatal munkások, egyszerű civil emberek hiányos öltözékben, sokszor napokig étlen szomjan, korszerűtlen kézi fegyverekkel vették fel a harcot a totális szovjet túlerővel szemben. Ekkor tájt mintegy 6-800 ellenálló bujdokolt a mecsek hegyei közt. A csoportok vezetője rajokba szervezte a harcosokat, majd pedig feleskedte őket. Közülük sokan napközben a mecseket járták, szovjet katonákra vadászva, majd estére hazamentek, másnap pedig ismét találkoztak a ma is ismert helyeken, a Remete réten, Büdöskútnál, Dömörkapunál vagy Tettyén. Az ellenállók legfőbb előnye abból származott, hogy kitűnő helyismerettel rendelkeztek, ismerték a legjobb helyeket, ahol tökéletesen rajta tudtak ütni az éppen arra járőröző szovjet katonákon. Legfőbb céljuk pedig ezzel az volt, hogy megtörjék a megszállók erejét, tartsák a lelket a többi forradalmárban, és a végsőkig kitartani. Visszaemlékezések szerint a láthatatlanok azt akarták megmutatni, hogy létezik még ellenállás az országban, holott a hivatalos propaganda már a november 4-i szovjet roham után a rend helyreállásáról beszélt. A nagy erőfölénnyel, de helyismerettel nem rendelkező szovjetek jelentős veszteséget szenvedtek november 5-e és 8-a között. A mecsekiek pedig több támadást is megállítottak. Az elbeszélések szerint a meredek utakat olajjal öntötték fel, így a lánctalpasok megcsúsztak, nem tudtak előre haladni. Ekkor tudták a harckocsikat meglepni és harcképtelenné tenni. A mecsek kapunál egy tankot is kilőttek, többet pedig visszavonulásra kényszerítettek. Mikor november közepén biztossá vált, hogy egyetlen nyugati ország sem fog katonai segítséget küldeni Magyarországért, hogy életüket mentsék, a partizán csapat vezetői felmentették a harcosokat esküjük alól, és feloszlatták a még megmaradt maroknyi emberből álló szabadságharcos csoportot. A legkitartóbbak azonban ekkor sem adták fel. A teljes történet a videó leírásában olvasható. A mecseki láthatatlanok gúnynév a forradalom leverése utáni években született meg a kormány részéről az események meghamisítására, lekicsinyítésére annak fényében, hogy az ellenállókra a magyar nép ne tekinthessen hősként, hanem inkább mint gyáva, rejtőzködő gyilkosokra, akik a rendszer ellenségei voltak. A forradalom 60. évfordulója alkalmából Sarlós Endre grafikus képregényt jelentetett meg a mecseki hősökről, amit elsőként a bécsi diákok kaphattak meg.